Egymásnak adják át a lángot a megemlékezők Szekszárdon az 56-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján. November 4-ét Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította a nemzeti gyásznappá, hiszen ekkor vonult be a szovjet sereg Budapestre és verte le a már több mint másfél hete tartó forradalmat. Talán kevésbé van a köztudatban értelemszerűen, mint a szabadságharc és a forradalom kitörésének a napja október 23-a, de ahogy említettem, ez egy régi hagyománya a városnak, úgyhogy ha nem is olyan mértékben, olyan létszámban, de azért sokan sokfelől fontosnak tartják ezt a napot is, hiszen ennek a dicsőségesnek induló, de mégis szomorú időszaknak a lezárása erre a napra esett, úgyhogy én azt gondolom, mindenféleképpen a hősök megérdemlik a tiszteletet ezen a napon is. Hiszen hősök voltak, akik életüket adták, vagy több évre, évtizedre börtönbe kerültek amiatt, hogy kiálltak a magyar szabadság és demokrácia mellett. Dombóváron az Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével emlékeztek mindazokra, akik életüket adták országunk szabadságáért. A megemlékezésen a múlt eseményeiről, a helytállásról beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 1956 parazsa évtizedekig őrizte a forradalom energiáit. Ez kapott erőre az 1989-es, 90-es demokratikus rendszerváltásban, és ez gyúlt lángra, amikor az embereknek elegük lett a kádári terrort is felidéző baloldali kormányzásukat. A műsort követően az 1956-os emlékműnél helyezték el a mécseseiket a város előjárói, az intézmények képviselői és a megemlékezők.